Milyen kis pikkelyes vagy, így megérintettelek, és mint hogy egy halhoz nyúlt. Várnunk erre az alkalomra, amikor egymás után néhány tempós dal után megmutatod a lírai oldaladat. Nagyon szépen énekelted a dalt. Ez egy olyan Celine Dion dal, ráadásul véleményem szerint, ami nem... még a szerethető kategóriába tartozik, hogy így nagyon finoman fogalmazzak. Éppen ezért így könnyebb dolgod volt, de végignézhetően a képernyőn vagy ezen a nagy kivetítőn az arcodat, szerethető volt az arcod is, tehát ez azt jelenti, hogy megint csak az előadás is rendben volt, nem csak a hang. Volt az elején némi bizonytalanság, de aztán talán megint a közönségből merítettél erőt, és akkor megoldottad a végét. Nagyon szép volt. Azt hiszem, joggal teltem fel a kérdést, mondjuk ez pozitív, azt szeretném a pozitív kicsengés elmondani, hogy ki vagy te Henriette, hogy eddig egy teljesen más arcot láttam. Ennyit erről, mindenki hozza meg magának a választ, illetve ha kíváncsiak rá, akkor szavazzonak rád, hogy legközelebb is halljanak. A másik pedig az, hogy ha nem mocorogsz, akkor klasszisokkal jobban énekelsz. Tehát nem szabad, hogy a rovás elmény az éneklés, nem mocorgás, és ez ma kiderült. Van benned valami ösztönös tudás ahhoz, hogy te tényleg sztár legyél? Tehát valahogy ösztönösen érzed ezt a váltást is megérezted. Tehát elvitted addig a pontig, hogy tényleg már ennek a váltásnak kellett jönni, hogy ezt az arcod is bemutasd. És én egy kicsit izgultam, hogy majd komolykodó lírai lesz, de nem. Mert van egy, ez a szó jutott eszembe, hogy van egy nagyon klassz testtudatod. Tehát nagyon-nagyon klasszul bánsz a testeddel a színpadon, nagyon egységben van, és nagyon megint csak ott maradt az a nőcis, érzékeny vonal, amit eddig a diszkóban láttunk, és itt is. Szóval gratulálok, nagyon, nagyon klassz volt látni. Nekem semmi bajom a Celine Dionnal, végül is nem az én feleségem, úgyhogy... De ellentétben vele, te fiatal vagy és szép. Ez nagyon fontos. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az előbb azt találtam mondani, és az úgy is van, hogy az ibolya az igazi fejlődés, hát akkor te vagy a másik igazi fejlődés, mert ehhez több kellett, mint amit eddig énekeltél.
És azt szeretném mondani, nem tudom, te hány éves vagy, ha szabad? 18 leszek nem sokára. Hoppá. Év múlva, ez nem sokára. Jó van. Áprilisban. Na, csak azért kérdeztem, mert ez egy nagyon jó meglepetés volt, hogy érett vagy a zenélésre, és maradj a Liránál, mert több jön belőled, mint az ugribugriban. Nagyon klassz volt. Köszönöm szépen. Bakács Tibor settenkedő. Úgy fogok egyetérteni Presser Gáborral, hogy közben ellent mondok neki. Az az igazság, hogy már fáj a szívem, mert megszeretted a tetted velem a diszkókorszakot visszamenőleg, és annyira jó lenne, hogyha ezt azért te tovább tudnád vinni. Tényleg félelmetes a lírai alkatod, de azért tudnod kell, pont mert a rajongod vagyok, hogy amikor ilyen dalokat hallok, akkor a láncfűrészemhez nyúlok, mert ki nem állhatom az ilyen dalokat, de egyszerűen elképesztő előadó vagy. Még az ilyen hihetetlen gicseket is át tudod nyomni. Igen, nagyon pozitív kritikákat kaptál, csak egy kicsit fölakadt a szemed, azt a észre se vetted, amiközben a Bakács beszélt. Így csináltál, jó, mondta, hogy a rajongod vagyok, akkor így csinált a szemed.